És akkor ebben a másodpercben a hétvége a Derby Fesztivál három napjának legutolsó futama is elindult. Lavazza Diplomata díj nyári gátverseny, ezzel zárul a program. Öten a startnál, hiszen ugye Mr. Croissant lejelentették, elég erőteljesen fogva, meglehetősen komótos tempóban egy hosszú síkszakasz követően érkezik majd a mezőny az első ugráshoz. Subasio és Avoiding Water idén már kétszer összecsapott, mind a kétszer Subasio volt a jobb, de legutóbb már nagy küzdelmet követően verte Avoiding Watert. Most is az ő küzdelmükre számítunk, tehát nagyon-nagyon messze még a cél. Ugye most jönnek az egyenesbe, amikor elhaladnak a tribün előtt, és nagy tapsot, nagy biztatást kérünk a csapatnak. Onnantól kezdve még egy teljes kör hátra lesz ebből a futamból. D'Angelo, aki általában szeret vezetni síkon, hát úgy tűnik, hogy ezért gáton sem nagyon tud vele lassítgatni ördög alá, mert szép lassan fokozza a tempót. Meglátjuk, hogy mennyire ugrik biztosan. Egy kicsit azért látszik rajta, hogy ez az első ugró versenye. Egyelőre még azért szerencsére talpon van, bár úgy látom, hogy Ördög Alen a jobb kengyerét elvesztette. Azért ez nem egy egyszerű feladat innentől kezdve. Azt is mondhatom, hogy nagyon-nagyon nehéz dolga lesz most már a lovasnak. Gyorsított középen Alibi, gyorsít egyelőre Orfeusz, a két favorittal pedig vár még a két lovas, Homoki Norbert, illetve Nagy Lajos Subasio és Avoiding Water. Egyelőre csak a negyedik, ötödik helyen, de nagyon szépen együtt a mezőny, elhaladtak tehát most már a célon, jön egy újabb ugrás, jön a kanyar, és következik a verseny középső harmada. Gyakorlatilag egy pelotont láthatunk, tehát teljesen együtt galoppozik a mezőny Alibi vezetésével, mögötte ott van Orfeusz, aztán Avoiding Water, illetőleg az a D'Angelo, akinek valóban elvesztette egyik kengyelét a lovasa, Ördög Alen nehéz helyzetben van, és csúszik is visszafelé, most már ő az, aki zárja a mezőnyt, miközben Subasiót kívülről megindul Avoiding Water társaságában, és könnyedén üldözőbe veszik a vezető lovat, Alibi, sőt, Avoiding Water lassan-lassan utol is éri őt, miközben a negyedik helyen ott láthatjuk Orfeuszt, ami pedig D'Angelót illeti, ő egyre jobban leszakad, reméljük simán be tudja fejezni majd ezt a versenyt. Ami az elejét illeti, Alibi még mindig az élen, de most már fejfejte Avoiding Waterrel, miközben Subasio hátránya nagy ellenfelével Avoiding Waterrel szemben egy olyan 3-4 hosszra tehető mindösszesen, ami pedig Orfeuszt illeti, azért ő is kezd elfáradni, kezd visszacsúszni gyakorlatilag D'Angelóval. Fejfejt mennek a végén, miközben Alibi elvesztette lovasát, nem sikerült ugyanis neki az ugrás, úgyhogy Avoiding Water marad az élen, mögötte pedig ott van Subasio, elég jelentős hátrányban. Jó, most már a verseny utolsó 800 méterre, négyen maradt a küzdelemben, tehát igazából ugye Avoiding Water és Subasio csatájára számíthatunk. Jelenleg azonban úgy tűnik, hogy nem lesz ebből igazi csata, mert jóval erősebbnek tűnik most Avoiding Water, mint Subasio. Kétszer kikapott nagy ellenfelétől, legutóbb két oszon belül voltak egymáshoz képest. Most kicsit kedvezőbb beállításból Avoiding Water úgy tűnik, hogy jóval-jóval erősebb, mint Subasio, és a bronzérmért is lehet talán csata, bár úgy látom, hogy azért D'Angelo nagyon-nagyon fáradt. Orfeusz jött fel menet közben a harmadik helyre. Lesz esetleg feltámadás, Avoiding Water erőnye legalább 10 hossz az utolsó ugráshoz közeledve Subasióval szemben. Nagy Lajos helyettesíti Kolumbán Őrst Avoiding Water nyergében. Jön az utolsó gát, megoldja hibátlanul, és innentől kezdve nincs kérdés. A székely istálló 7 éves herejtje Avoiding Water sétálva fogja megnyerni a diplomata díjat a nyári gátverseny 2024. július 7-én a derbi napon, itt a Kincsen Parkban. Avoiding Water Nagy Lajossal a győztes, mögötte Subasio lesz majd a második, Orfeusz a harmadik, és hát nagy tapsjár Ördög Alennek, kengyel nélkül végiglovagolta 3200 méteres gátverseny, és megérkezik negyediknek.